Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok. Egy pici műsorváltozással, mert tegnap a Trektojomit ígértem, csak ilyen-olyan okokból azt eltoljuk jövő hétre. Ahogy megnéztem, olyan nagyon sok már nincs belőle hátra, tehát már túl vagyunk a felén, szóval viszonylag hamar be tudnánk fejezni, de úgy döntöttem, hogy inkább jövő héten fogunk vele játszani, és összevonjuk azt a stream alkalmat más ilyen rövidebb játékokkal is, amit itt kértetek. De ezt majd jövő héten akkor megbeszéljük, majd jövő héten mondom. Viszont, ugye, ha nem Trektojomi, akkor Elden Ringezünk. Nyilván van még a talomba más játék is, meg amit elkezdtünk, de most pörgessük az Elden Ringet. Jó. Sok a teendőnk, úgyhogy én azt javaslom, hogy kezdjünk is bele. Oké. Na. Szóval, igen, végigjártuk a Mont Gelmir-t, illetve ott a Volcano Manor-ben azt a kis titkos helyet, és hát azért van még mit csinálnunk. Amit így süttyomban én megcsináltam még tegnap éjszaka, hogy egy picit sikerült húzni a kardon egy olyan 5-6 szintet, nem sokat. Szia, Stopsoros, szép estét! Úgyhogy én most a Heavy Greatswordunk plusz 23-on van, ami már azért elég jónak mondható. Szóval ezzel szerintem nem lesz gond. Ha lesz valamivel gond, akkor az valószínűleg nem ez lesz. Na. Közben nézném, hogy akkor... igen, Stopsoros már csak azért is, mert ahhoz képest, ahol vagyunk, ahhoz képest elég jó. Jó. Na, egy pár helyszínt már így... előre is bejelöltem magamnak, ahova el kéne menni, meg egy párat mindjárt le is veszek, ahol már voltunk. Oké, tehát szerintem itt a hegyet elég jó körbejártuk, valahogy Alexanderral kéne összefutni. Azt nem tudom, hogy pontosan honnan lehet, de valahogy próbáljunk már meg eljutni, és beszéljünk vele, ha tudunk. És csak hogy közben kipróbáljuk a kardot is. Oké. Mintha valahol erre lenne, amúgy. Ó, köszi, Stopsoros. Ez jó tipp. Mindenképpen. Ah, tehát ott van lent valahol. De oda hogy jutok le? Voltam én ott lent? Jó lenne tudni. Lehet, hogy innen oldalról. Vagy lentről eleve, és akkor itt valahogy át kell jönni. Jó, hát akkor próbáljunk meg lemenni. Prison Town Church. És akkor ott a láva folyamba
megpróbálunk lemenni. Mi van itt közelebbi? Grace. Lenn nincs is Grace. Ugye ez a templom. Hát... mindegy, valahogy lemegyünk. Szerintem itt a tetőkön le lehet amúgy ugrálni. Aztán persze majd utána csináljuk a kis side questeket is. Itt, ha itt le lehetett volna jönni. Aha. És ott szerintem át lehet menni. De mindjárt kiderül. Ohó, és itt nem is voltunk. Na még jó, hogy akkor eljöttünk erre. Ezért meg főleg. Igen, ez a helyi temető. De ne bánts! Nem akarok harcolni ezekkel a kis köcsögökkel. Smoldering Shield. Nagy rúna. Sok kis köcsög. Az ott elvileg visszavezet, ugye? Föl. Vissza lehet jönni a háztetőkre. De most mi nem erre jövünk. Hoppá! Hanem... ah, hogy kéne? Hát mondjuk itt is át lehet menni. Csak ott meg le tudunk-e menni? Mert ugye... ez a baj. Hát igen. Ez itt nem a legjobb ötlet. Ah, tényleg, hogy jutunk oda le? Na jó, nézzük meg innen. Hát, ha innen sikerül. Itt van egy nagy láva esés, vízesés, láva vízesés, nem tudom, hogy, hogy pontos. És akkor megpróbálok itt lóháton valahogy eljutni oda. Persze lehet, hogy nem lehet. Az is egy jó ötlet. Hoppá! Itt is itt maradt valami. Egy kis gomba.
baj, hogy szerintem megint magasan vagyunk. Mármint nem azon a szinten vagyunk. Vagy mégis? Jaj, jó, tudom. Hát itt tényleg itt beszéltünk is vele. Jó, akkor ezt elfelejtettem. Persze, itt van. Jó, itt beszéltünk vele. Head eastward. There's an old saying I've caught wind of. Above the lofty clouds, the icy giant. Jó. Oké, és akkor ez is megvan. Csak elfelejtettem, hogy beszéltünk vele. Na, ezekre a helyszínekre kéne eljutnunk. Meg itt erre is van egy pár dolog. Úgyhogy akkor most jöjjünk ide. Én azt javaslom. És akkor itt is körülnézünk. Egy kis felfedező körutat csinálunk. Jó. Merre kéne menni? Így délfele. Jó. Itt is vannak ilyen romok. Itt se voltunk. Windham Ruins. Hát ezek szerint nem. Margitozzak? Jó. De szerintem voltunk itt amúgy. Valamiért rémlik. Mondjuk, ha voltunk, akkor ezeket miért nem szedtük össze? Mondjuk igaz. Hát, ha itemeket találunk, akkor valószínű nem voltunk. Mert azért igyekszek mindig jól körbejárni mindent. Szóval... Ja, elvileg Hayata van itt, nem Hayata, Millicent van itt. Szóval lehet, hogy... Hát nem tudom. Na mindegy. Ha jártunk is itt, akkor... Nem néztük át tökéletesen a helyet. Na mindegy, hát most körbejárjuk, az biztos.
Igen, már valószínű, csak már ebből is sejthető, hogy nem voltunk itt, mert csukva van. Úgyhogy remélem van nálam amúgy kulcs. És nem emlékszem, hogy van-e még nálam. Van. Jó. Akkor gyerünk le. Sötét van. Oké. Na lássuk, mit rejt az ajtó. Na hát, egy láda. Pöldrék talizmán. Plusz egy. Szerintem akkor ezt is körbejártuk. Kés. Jó. Na, akkor... Hát szerintem ide el kéne jönni erre a részre. Mert itt van valami location, amit mindenképp jó lenne megnézni. Csak ahhoz itt le kéne jönni szerintem. Itt Millicent felé. Hát, ha itt le lehet valahol menni. Megnézzük. Így a térképre ránézésre, mintha lenne ott valami lejárat, de... És akkor nem itt. Még egy kicsit délre. Hát mondjuk ide le is tépészhetnék. Akkor letépézünk ide. Kés, és akkor megpróbálunk most itt erre eljönni. De az a baj, hogy ez se... Hát... Talán oda visz. Meglátjuk. Meglátjuk. De a tópartra akarok lemenni. Meglátjuk, hogy itt le tudok-e. Hát... Talán erre. Ja. Igen, ez még nagyon eleje az Altus platónak, itt így... Csak úgy jöttünk egyenesen. Majdnem azt mondom, hogy így ész nélkül csak mentünk előre. Hát mondjuk merre mennénk, ha nem előre. Na. Itt körülnézünk. Szerintem itt lesz majd valami a tó környékén. Azt hittem, hogy olyan valami ellenséges. De nem az volt. Na. Sage Cave.
Sok izénk van. Mennyi kéne még? 32 000. Hát szerintem annyi izénk nincsen. Hát vagy van. Lehet, hogy lesz. Hát, necces. Amúgy. Hát, meg lesz az. Ja, még kell 2400. Na. Kés, és akkor lépünk egy szintet. Fixen. És akkor megnézzük, hogy mi van itt. Hát igen, Sedit Adri, én nem azt mondom, hogy így egy évben egyszer nem lehet elmenni. De azért, ja, nem olcsó. Na. Mennyi láda? Jó. Már megérte ide bejönni. Ezek már combosabbak egy kicsit. Hát mondjuk ez pont nem az volt, de... Visszakaptuk a kulcsot.
Szuper. Még ennyi ládát? Ott a köd. Nem tudom, hogy erre még lehetett jönni. Raptors Black Feathers. Skeleton Mask. Oké. Gondolom ez a kettő ugyanoda visz. Hát lássuk. Necromancer Garrus. Ez mi volt? Ó, van ilyen koponyája. Hagyd abba. Na. Jó. Hát igen, Satix, Satix, jaja. Ez most egy jó armor. Okvetlenül. Ott is volt egy fal. Hát... nem tudom, hogy vissza tudok-e ott menni. Talán itt vissza tudunk menni. Nem itt akkor, hanem még gondolom az imént. Igen. Oké. Okay. Oh, Black Knife Assassin. De hol van? Hát igen, így egy kicsit nehezebb. Ha, itt kell majd valami trükköt alkalmaznunk. Igen, az egy jó
Jó gondolat, hogy ne halljak meg, csak... De se rossz. Oké. Okay. Concealing wheel. Ez amúgy elég vagány volt, hogy mit ne mondjak. Ja. Láthatatlan és TP-zik is. Tehát fullba nyomja. Jó. Na hát menjünk tovább. Akkor én úgy tekintek erre a barlangra, hogy megcsináltuk. Azt hittem, hogy mindkét köd ugyanabba a boss arénába vezet. Szerencsére megnéztük, és nem ugyanoda vezetett, úgyhogy ez szuper. Na. Nézzük, merre kéne tovább menni. Ugye akkor ezt itt meg is csináltuk, és akkor el kéne jönni erre a részre. Azt nem tudom, hogy ez fönt van a hegyen, vagy itt van lent. Mindegy, ellovaglunk abba az irányba. Ez ott telibe kelet felé. És megnézzük. Hoppá. De nyersanyag nem maradjon itt. Szia Nevermind, szép estét! Lemaradtál két epic boss fightról. Izé volt a... Ez a... Milyen cave volt? Itt ami van. Sage cave. A láthatatlan Black Knife Assassin, meg valamilyen Necromancer fickó. Parfumer Ruins. Középvezetők voltak, így van. Na, benézek majd, mi van itt. Hagyd már abba, hát... Föl is gyújt. Na. Itt most mi történik? Jó. Omen Killer. Robe, long gloves, boots. Szedtünk össze ruhát. Fura fejű bucka lakók? Igen. Parfümös üveg. Hát büdösek már legalább nem leszünk.
Nagy fegyót dob a fura fejű. Nagy virág. Jó, beporozott. Csak egy szimpla allergia szezon, semmi különös. Nincsen az a baj. Pedig kéne, mert amúgy hasznos. Csak kéne hozzá valami nyersanyag, azt hiszem szita kötőfej. Az meg nincs. Egy darab se. Sajnos. Hát itt nem lehet leugrálni, az biztos. Ah, tudom, hogy merre van szita kötő. Ja. Majd elmegyek szerintem farmolni egy kicsit. Minden csak akarat kérdése. Hát igen, megint az a helyzet, hogy neked van igazad, mert tényleg le lehet ugrani. Csak az érkezéssel vannak problémáim. Jó. Na menjünk tovább. Szerintem ebbe a ruinsba sincs már semmi más. Megpróbálok itt erre lejönni. Csak már ott van fönt egy ilyen szobor. Erre sem voltam még szerintem. Meg amúgy igen, tehát ilyen motivációs trénernek elmehetnél. És ott van lent.
ahova megyünk. Meg tudod csinálni, minden csak akarat kérdése. Meg... ha azt szugerálod magadnak, hogy sikerülhet, akkor sikerül. Mindig meglepődök, ha az emberek milyen dolgokból tudnak megélni. Most vettük fel. Majd nem vett? Nem az egyik ládából vettük fel. Kettő kell. Ez szomorú. Na mindegy. Oké, lehet, hogy több kell hozzá. Nem gondoltam volna, hogy van olyan, ahol több kell, de nem baj. Oké. Menjünk tovább. Lehet, hogy itt már nincsen semmi. De azért csak megnézzük. Itt nincs semmi. Jó. Oké is. Minden esetre tettem egy jelölőt ide. Ami már eltűnt. Na mindegy. Na, visszajövünk majd. Egy egész kastély lent. Oké. Jó, hát... szerintem... hát ide is jó lenne eljönni. Na. Jó. Akkor most megnézzük ezt. Mert itt van ez a Sorcerer. Azt is majd el kéne, mindjárt megcsináljuk majd a questeket. Ugye, ha jól emlékszem, ezzel beszélni se lehet, alapvetően. De mindegy, most eljövünk ide. Ugye, itt volt egy... ott volt egy R3, azt hiszem, ott az a putrid, akár putrid avatár. Tehát ez a büdös. Itt van egy ilyen... hát, bár. Nem is tudom, mi ez. Úgyhogy akkor megnézzük, hogy ez micsoda. Szia, Kambli. Holnap nem Elden Ring lesz. Ha onnantól kezdve, hogy végigjátszom a játékot, már nem lesz Elden Ring, ez biztos. Kivéve, ha jön a DLC. Most járunk 55-60%-nál. Az jó. Meglepődtem, hogy lefele indul el. Hát, NG plusz nem valószínű, hogy fogunk. Galmir Heroes Grave. Tényleg most gondolkodok, hogy van egy másik hely, ahol még nem voltunk, és az is elég nagy. És az még Lindgrave-ben van ráadásul. Azt hiszem ez az. Igen. Fringewalk Heroes Grave. Oda is csak egyszer lepillantottam, de úgy voltam vele, hogy hagyjuk. És az is egy igen nagy helynek tűnik.
futás. Furcsa ez a hely nagyon amúgy. Ah, sasszi ott van. Itt melyik hely... Melyik hely nem furcsa? Hát igen. Várjátok, már nyomok egy Margitot. Az, hogy a Prime Subscription bugos, azon annyira ne lepődj meg. Jó, Sedit Adri, köszönöm szépen a subgiftet Kamblinak. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Így van, Sherit Adria az új Jeff Bezos. Majd ő tudja, hogy kinek ad Prime-ot. Igen, amúgy mond valamit. Nevermind, tegyük már hotkey-re. Na, szétlövi a csillárt. Van itt egy másik is. Nem tudod kijönni a csillártól. Ha. Nagyon érdekes. Kopaszra nyírod magad? Hát, ahogy gondolod. Ha fölfele nem tudok menni.
shit. Nincsenek jó érzéseim ezzel kapcsolatban. Aggódtam amúgy, hogy itt lesz-e valami. Hát jó. Az a baj, hogy elfogyott az FP. Látnak szemeim. Még itt legalább volt egy Marika. Hát sok HP-ing nincsen. Vagy mi healünk. Szegény kis vukkot megint. Már megint. És egy death root. Oké. Okay. Körbenézek. És ez is milyen hatalmas boss aréna. Nyilván a bossnak a mozgásához kellett is a nagy. Jó, hát... Menjünk is szerintem, mert jobb ez így. Oké. Okay. Na. Igen, itt ezt akartam megnézni. Jó, na. Szerintem itt is ezt. És jó, akkor én azt mondom, hogy jöjjünk vissza az Altusra, vagy hát erre a részre pontosabban, mert itt is van még egy pár jelölő, amit én leraktam. Például ide jó lenne eljutni. Ez elvileg egy Marika templom. De az, hogy jutunk el oda, na, azt nem tudom.
És akkor itt menet közben meg elkapjuk Corey-t is. Aztán tájékoztatjuk a fejleményekről. Hello. Ah, you appear to be doing well. Very good. Well then, would you like to learn an incantation? Nem, de azt megmondom, hogy hol van Gold Mask. Do you sport with me? From your description, it can be no other than the Gold Mask himself. Of course, I knew he would be close by. Bless the Golden Order and its benevolent rays. And to you too, my sincerest thanks. Nagyon szívesen. May the Golden Order shine through you. Az nem szekérkerék, hanem ilyen nagyon olcsó csillár talp, alapzat. És egyébként igen, ő Eminem. Tehát ez Marika második temploma. Egy secret tier, az mindig jól jön. Fashion icon? Oké. Hát nem tudom, hogy ez a fickó ki volt. De mindegy, megoldottuk. Jó, nézzünk szét itt is. Temetőben általában szokott lenni loot. Bármennyire szarú is hangzik ez, de... De meg lett az Erudition emote is, meg voltam a Rise-ban is. Fú, hogy is szereztünk meg, már nem is emlékszem. Erudition a... Na mindegy, de azt tudja, hogy voltunk ott is, meg voltam a Rise-ba is. Jura szamurájnak a questjét? Fú, na Jura nem rémlik. De az Erudition az... Itt van. De az itt most nem kell. Jura nem rémlik, Ignác. Tésztaszűrő, kalapos szamuráj. Ő hol volt? Tiszta szűrők alapú szamuráj. Valaki nagyon furcsán veszi itt a levegőt.
Limgrave-tótól délre. Ide nem tudok leugrani, ugye? Mármint, hogy... Talán. Az Lili. Nevermind, tényleg nem emlékszem rá. Jó. Itt pedig már voltunk. Ez fixem. Oké, és jó, akkor itt elvileg van. Leveszem. Itt elvileg van egy Night Cavalry. Úgyhogy önt megpróbáljuk egy kicsit jobb belátásra bírni. Fogalmazzunk úgy, hogy le kéne nyugdíjazni. Reméljük nem lesz annyira vészes azért. Mi ez az ajjaj, nevermind? Shared Order, Ash of War. Oké, szuper. Na hát ez is megvan. Megyünk át, mint kés a vajon. Jó, hát itt van még egy pár dolog. Hát egyelőre itt a főváros felé még nem megyünk. Ide erre a fensíkra kéne följönni. Remélem ez felvisz oda. Megpróbáljuk. Most az a baj, hogy most írjátok a dalszöveget, és már megy a fejembe a dal. Remélem ez kivisz. Igen. Nagyon jó. Csak nem oda.
fölmenni meg nem tudunk. Ah, hol lehet oda fölmenni? Lehet, hogy csak a fővárosból lehet ide kijönni. Nem, innen el lehet jönni szerintem. Jó, akkor innen jövünk. Meg lesz, meg lesz. Amúgy viszony meglepően jó ez a térkép. Na, itt még mindig tart a falunap. Jó, leülök, hogy nappal legyen. Szóval annyiban accurate a térkép, hogy a domborzatot elég jól mutatja. Így is néha nehéz persze olvasni, de... De nem lehetetlen. Jó, és akkor itt megyünk tovább. Itt is lesz amúgy valami, amit meg akarok nézni. Dobálnak, nézzük. De ezt már a fővárosból dobálnak, ugye? A bunkók. Az igen. Az így betalált. Jó, hát... arra akkor nem megyünk. És így sincs semmi. Jó. Esetleg oda megpróbáltunk fölmenni. Ha nem szednek le. Ja, hogy innen lőnek. Hát akkor ide csak eljövünk. Azt hittem, hogy a falról lőnek, de nem. Na. Szevasz. Nézd meg, itt gubbasztanak a bokorba. Oké. Oké, szépen itt megyünk a kempek között. Jó, itt van valami romos várépület. Hogy meglepődött? Na, ott egy lovas.
Kilútoltuk. Mindjárt felmegyünk oda is. A Kozsó parancs az nagyon kellett. A srácok nagyon rákészültek itt a dologra. Highway Lookout Tower. Trappol ennyire. Oh. Még van fönt egy. Ó. Oh. Már nincs fönt. Oké. Okay. Na gyerünk. Egy láda. Great bow, great arrow. Oké, okay, hát itt volt egy bow meg arrow. Jó, na hát akkor ez is megvan. Akkor gyerünk tovább. És akkor megpróbálunk tényleg oda átmenni a fensíkra. Hát igen, Nevermind, próbálom követni, de fogalmam sincs, hogy miről van szó a chatbe. De nem baj, nyugodtan dumáljatok, szóljatok, ne, ha zavarok, akkor addig csöndbe maradok. Hó, szóval mehetek vissza a szólért. Beszaladok, kiszaladok, ott se voltam. De amúgy elég jó ez. Akartam mondani, hogy elég jó a célzókájuk, mert mindig elém lőnek. Tehát amerre megyek,
Tehát konkrétan... Tehát nem oda lő, ahol vagyok, hanem ahol leszek, mire odaér a lövedék. Ami azért elég menő. Na, futás. Ja, kiszámolta a Vektort. A Viktor. Na, valahol itt kell lenni a szólnak. Itt is van. Jó, hát ez azért 81 ezer szól volt. Ezt kellett volna itt hagyni. Na és akkor most úgy kéne visszavenni, hogy nem esünk le. Nagyon jó. Oké, na menjünk tovább. Úgy, itt is van egy ilyen. Na, meg kéne találni, hogy hol tudunk lemenni. Mert egy szinten lentebb kéne menni. Nem, kicsi frame drop van. Amúgy. Igen, itt kell jönnünk. Jó. Egy film ajánló backlog a mivel játszak helyett? Hát, amíg szünetel a mivel játszak, addig lehet. Az kicsoda. Hirtelen azt hittem, hogy bok. De ez nem bok, vagy... Bok nem itt van. Jó, már megijedtem, azt hittem, hogy ő bok. De ő bent van már a fővárosba. Így van. Jó, akkor ez csak valami... Még nem mondtuk Nevermind, hogy szép, mert még nem voltunk a fővárosba, és nemrég szereztem meg a gömböt, vagy ezt a kavicsot, követ. Ezt.
gyerünk tovább. Itt valami nagyon történik. Ott egy temető. Hát nincs csak lúd. Azt hittem magától abba hagyja. Nem így lett. Ó, basszus. Be fogunk poisonolódni. Na jó. Mindegy, összeszedtük, amit akartam. Aha, ott lent voltunk, ott van az a híd. Ott is voltunk vajon? Ott valami nagyon... Igen, voltunk ott is. Igen, ott van egy krón, meg egy... merchant. Jó. Persze, Sedit Adri, hogyne. Hogyne linkelhetnéd be. Még nem tudom melyik csatornára, de... linkeld be nyugodtan. És akkor itt le lehet jönni. Jó, de mi nem jövünk le, hanem megyünk tovább. Másik merchant. Ja, nem merchant, csak egy camp. Ha, egy elhagyott camp. Land Octopus Ori. Térképért bemehetnénk. De az a baj, hogy itt van egy csomó boss fight. Persze ettől még bemehetnénk, csak még nem akarok. Nem is feltétlenül akarnék ennyire eljönni. Na mi van itt fönt? Igen, ez már tulajdonképpen érd. Na bassz. Ez nem jó.
Hát ez most ilyen hit and run taktika. Jó lenne, ha kijönne onnan a lyukából. Na. Most akkor legyőztük, vagy? Jó, hát beszorult. Daddy, I'm stuck. Na mindegy. Menjünk tovább. Van valami műemlék. The rooting of the ancient dragons, Godwin. Ó, tehát Godwinnak barátja volt 46. Earning the friendship of dreads of 46. Okay. Na, itt már villámlanak a birkák. Jó. Oké, és na, hát menjünk tovább. Itt is van egy temető. Ez most rám mozdult? Menj már! Nézd meg, le kellett vágni. Jó. Na ide lejövünk, megnézzük mi ez az épület. Lindell Knight Armor. Szerintem olyanunk már van egy. Mellé. Még egy Sacred Tear. Stone Colors Church. Lassan ezeket a Sacred Tear-eket be kéne váltanunk Flask-re.
Ez egy nagyon-nagyon hosszú lépcső. És valamire hasonlítanak ezek a szobrok. Hát mana flask az nem kell, szerintem. Hát amilyen gyakran használjuk a Bloodhound Steppet, szerintem nem kell. De a flaskeket én állítom be, hogy legyen az eloszlás. Na megint rámagrózott egy birka. A lépcsősor mellett bal oldal találod a dobálós kukac barlangját. A Golden Seed az ahhoz kell, hogy nagyobb... Na várjál, mindig keverem. A Golden Seed az ahhoz kell, hogy több fleszked legyen. A Sacred Tear meg, hogy nagyobbat üssön a cucc. Vagy fordítva. Oda akarok elmenni. Csak megtalálom. Ja, hát az, hogy több van, mint a max upgrade, az azért van, hogy az is eljusson egy darabig, aki... Ah, még egyszer. Black Knife. Ez egy újabb legendary item. Lassan már tényleg azon abban reménykedek, hogy minden legendary item meglegyen. Ugye a achievement miatt. Nem, mindkettő a flaskre ad. Csak az egyik a... darabra, a másik pedig a erejére. Jó. Szerintem tudunk szintet lépni. Hogy lett ennyi rúnánk? Az igen. Adjunk egy kicsit a dexre. Vagy menjen tovább a... Menjen tovább a vigor, nyomjuk ezt föl 50-ig szerintem. Lassan már ott tartok, hogy mindent föl lehetne 50-re nyomni, amit eddig fejlesztettünk. Ugye a strength már bőven fölötte van, dexet lehet még... Hát, menjen most ez. És akkor erre adunk még egyet. Ha tudunk. Lehet a izé adott sokat a sárkány. Fegyvert fejlesztettem. Még nem voltál itt, mondtam az elején, hogy az elég menő, már plusz 23-as. Hát tegnap a stream után mondom, elugrok már a Roundtable Holdba körülnézni, és olyan 5-6 szintet tudtam lépni. Tudtam léptetni a kardon, szóval... Ja.
ez most egyelőre jó. Lutel meg már eleve maxos. Csak ahhoz FP kellene. Na mindegy, egyelőre nem kellett használnunk Lutelt. Jó, na akkor nézzünk itt szét. Na itt meg elfogadjak. Fura. Crimson Seed talizmán. Boost HP Restoration from Flask. Ja, tehát nagyobbat heal-el. Oké. Mert a Legendary-hez mi kell? A maxos Ash, meg a maxos card, vagy egy maxos armament? Vagy csak ki kell húznom 25-re? Egy fegyvert maxra. Ó, hát az itt van közel. Shadow bathes in light and knows weakness. Most ide miért volt jó kijönni? Itt le kéne ugrani. Gondolom. Oké. Na. Azt hiszem értem. De ugyanoda mentem vissza. Mármint, hogy... Ja. Jó, mondjuk még itt körülnézek lent. Kedvencem vagy, mondtam már? Fasza. Igen, és nem tudom craftolni. Jó, nem baj. Kihordjuk lábon. Ah.
Nem, mondjuk hamar lemegy, ahogy látom. Nem olyan vészes. Jó, akkor itt menjünk tovább. Így van. Jó, rendben van. Mondjuk az, hogy ilyen message-eket hagynak, az... Hát, nem tudom. Azért erre nem olyan nehéz szerintem rájönni. Vagy igen? Tehát előbb-utóbb csak furcsa lesz, hogy mi ez a világítás ott a padlón. De lehet, hogy csak nekem egy, nekem olyan, ez egy nem olyan nehéz puzzle azért, valljuk be őszintén. Hát van pár dolga, ahova nem, ahol tényleg hasznos. Egy-egy ilyen message. Az kétségtelen. Miért érzem úgy, hogy itt le fogunk zuhanni? Ja, hát igen. De arról volt message, hogy háromszor kell beszélni a Ranni babával? Igen, hát arról nem volt. Ja. Jó, hát persze nem minden triviális. Mint az, hogy itt ez a... Ja, itt... Pull lever. Megy el a szeletelés. Okay.
És több nincs nálunk. De meg... Ezt nem értem, hogy az előbb hogy nem fogadta el. Dragon Crest talizmán. Nem furcsa. Hogy ott lent milyen nem volt jó. Kicsit eltévedek, jó? Ó, hát szerintem akkor itt mehetünk tovább. Ja, arra. Megnézem, hogy esetleg még valahol föl lehet-e menni. Mint hogyha ott is föl lehetne. Ott látjátok, van az a híd keresztbe. Nem. Itt már nincs több szeletelő az a helyzet. Vigyázz! Oké. Na, most már mi vigyázzunk. Oké. Ott az ajtó. Szerintem ott van a boss mögötte. Legalábbis úgy szokott lenni. Aztán kell egy kar, ami kinyitja. Ami remélem itt lesz fönt. De utálom ezt. Ja, jó sokkal volt, igen, nem is egy. Oké, itt van a híd, amit lentről láttunk. De ő is Shadow, ugye? Nagyon sötétnek tűnik. Let's get to it. Prattling paid. Igen. Ne inzult-e? Igen, gondolom, hogy valahova...
És akkor ő nyitotta ki az ajtót. Nice. Na, akkor most már csak vissza kéne találni az ajtóhoz. De az elvileg itt volt nem messze. Mindjárt elfogy a teám is. Ott az ajtó. Na. Holnap Resident Evil lesz fixen. Na nézzük. Zamor. Okay. Ancient Dragon Knight Christoph. Az egyik lámpára megérkezett egy poloska. Nice to meet you. Okay. Na, én szerintem itt más nem volt. Úgyhogy akkor visszamegyünk az elejére, és nyomok egy kis debugot, meg hozok teát.
Itt is vagyok. Örüljek, ha még egy poloska és nem egy pegazus? Hát, amúgy... Igen, ebbe is van valami. Na jó. Na lássuk, azt mondja, hogy akkor ez is megvan. Ez is megvan. Tényleg leveszem innen a jelölőket. Hát szerintem ez a boss fight volt, amit még ide bejelöltem. De akkor ezt is leveszem. Hát ezeket meg majd akkor, amikor megyünk már a fővárosba. Ezeket majd akkor megnézzük. Mi van még akkor? Ugye van az, ami ott nem nyílt ki. Ami furcsa, de nem baj. Igen, nevermind, ebben is van valami, hogy a Pegasus az a telefonon jön be. De jó, ezt nem is folytatom, mert ez veszélyes dolog. Jó, hát szerintem akkor nézzük meg ezt a kastélyt. Ugye ezt tegnap elnapoltuk. Akkor nem szedem le. És nem léptettük a izét, a flasket. Lesz ott is Grace, így van. Akkor körbejárjuk ezt, és utána foglalkozunk a questekkel. Hát ugye egyrészt Millicenttel, illetve akkor megnézzük Selent. Ugye el kéne menni Gavrihoz. Már Millicent után. Na gyerünk. Shaded Castle. Miért érzem azt, hogy itt minden mérgező lesz? És akkor most, mert nem szereztem szitakötő fejeket, így van. Add charge to flask, és ez kell a golden seed. És volt is annyi golden seedünk.
Ezt nem gondoltam volna. Ez pedig increase the amount replenished. Jó. Oké, és akkor most van 12. Jó. Na menjünk tovább. Nem, mert plusz 12 lehet, és most még csak plusz 10 vagyok. Ó, hogy itt a izé mérgező. Ez a smutyi. Jó. Amúgy szerintem a teja az elipszionos éve van. De nem, ki vagyok én, hogy megmondjam. Kellemes emberek. Nem látom semmit. Jó. Oké, menjünk tovább. Bocsánat. Oh, hello. Harminc másodperc spam szűrés van a cseten. Ebben nem vagyok biztos. Hogyha van is, az nem miattam.
shit. Jó, szerintem itt körbejártuk. Ó, rolloltam a francba. Suliba volt jelen, mármint így ilyen jelenlét. Hát mondjuk egyetemen igen, csak mi középiskolában nem népsorolvasás volt. A hetes jelentett. Így van. Jelentett a hetes, hogy ki hiányzik. A kis cseles. Azt mondta, hogy meglep. Fű, basszus. Elég undorítóak ezek a figurák. Nevermind, ez vagány. Na jó, valahogy jussunk be itt a várba most már. Hát arra még csak el kéne menni. És akkor gondolom ott a létrán kell fölmenni.
Stopsolós. Mondjuk az amúgy már azért fölvetne kérdéseket. Hogy mennyire GDPR kompatibilis ez a dolog. Na, ennél volt két darab bogyó. Jajjaj. Itt van valahol egy virág, meg ezt most megállapítom. Oh. Hát oda most nem megyünk, nem? Ó, hogy ez kár lett rotos. Az baj. Na. Egyszer elér minket minden. Poison Scarlet Rot. Gratulálok. Na. Ó, hogy van itt egy ilyen bejárat is. És itt körbe lehet járni. Hát gyorsan körbe szadunk, csak utána visszamegyünk oda a létrához. Kis Starlight Shard. Oké. Kinézünk ide a szírtre. Basszus, nem figyeltem. Jó, mondjuk itt hamar eljutunk, mert csak itt oldalt el kell jönni.
ugye erre. Itt volt ez a másik növény, ott is egy növény, igen, és arra. Ezen a mezőn lesz enemy? Na. Ez egy jó hír. Az ki? Jó. Oké, és a meglepő volt, hogy, hogy ott van egy kicsi is. A logika volt az Achilles én. Hát akkoriban sokaknak. Jó, na menjünk vissza. És folytassuk utunkat. Nem lett poison. Az igen. Hát igen, az, az kétségtelen, hogy régen. Tehát a logikában nem a tananyag volt a szar. Ha értitek, mire gondolom. Na, lehet, hogy egy picit itt most várakozni kéne, hogy egy picit lemenjen a poison. Oké. Okay. Na.
Őt mi itt lenyugdíjazzuk, aztán mehetünk. Figyelj, Kambli, tudod nagyon jól, a munka megvár, senki nem fogja helyetted megcsinálni. Tehát ne aggódj emiatt, hogy valaki elhapolja előled a munka dicsőségét. Annyira nyilvánvaló pedig. És megint beszél. Na, értitek. Lássán. Ott is voltunk lent. Ha. Azt se tudta, mi van. Clean Road Gauntlet. Hú, behozták ide az összes szobrot, amit már nem használnak. Magyarországon is van. Ó! Millicentnek a karja. Nagyon jó. Oda majd be lehet menni. És oda majd be is fogunk menni. Nem használom eleget ezt a charge attackot. Szegény nem éri el. Jaj. Oké. Na, már megy a csengetés. Hogy tudjuk-e viselni a kezet? Hát hol? Bal kéz volt, vagy jobb kéz? Tudom, ez most hülye kérdés. Szerintem amúgy quest item, tehát nem lehet föltenni. Nem. Nem lehet viselni. Pedig az menő lenne egy valkűr protézis karunk. Igen, Sherry Tadri, becsengettek. Na, gyerünk. Hmm.
Szuper. De most nem ülünk le. Hát te. Hát szabad ilyet mondani. Menjünk fölfele. Az igen. Parfümers Cookbook 2. Oké. Ez jó cucc. Na. Oké. Ha ott lent is el lehetne jönni. Egy darabon. És ott van is egy, van is item, úgyhogy majd csak elmegyünk arra is. Jól hangzik, nevermind. Figyelj, a damage received, hogy increased, az azért nem baj, mert tehát egész egyszerűen nem kell damage-et bekapnod, és akkor nem számít. Na jó. Mert csak lövöldözöl állandóan. Ez a mai PUBG nevelkedett generáció. Smithing Stone 5.
Vörös Moszkva Scarlet Rotot ad. Itt egy lift. Mindjárt, hát gondolom az fölfele visz. Bár lepődtem már meg arra, hogy merre indul el a lift. Ó, és itt van egy létra. Tehát ez egy shortcut. Oké. Jó. Na mondjuk, ha már itt vagyunk. Oh. Na gyere, Gizi. The Soviet Union. Ez mit csinál? Road Grease. Így szaladgált körbe-körbe, és így ködösített. Jó, na, menjünk vissza a létrához. Kb. Ennyit akartam. És akkor most már fölmegyünk ott a lifttel. Viszlát, Kambli. Jó szórakozást. Érdekes. Briar. Tehát így dobálja a kardot. Az jó lesz.
Oké. Elemér. Marais Executioner Sword. Ez is legendary item. Na hát, elemért is elküldtük nyugdíjba. Oké. Na. A kérdés az, hogy van-e még itt valami? Ebben a kastélyban. Már nem nagyon. Mehetünk. Szerintem akkor mennünk kéne Millicenthez, ugye? Oh shit. Miriam. Ja, oké. A lifttel. Na, akkor menjünk Millicenthez. Ha megtalálom feltéve. Igen, az. Itt volt, ott van. Hello. Now, I'm tracing the path Melania took. She's passed into the lands that lie beyond the Erdtree. Are you giving me this arm? Thank you. I am in your debt yet again. I think if the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. If the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. No. Perhaps then I can aid you in battle. Perhaps. If the arm serves well, it might be. Perhaps then I can. Okay. Jó, esetleg akkor menjünk el Gaurihoz. Az itt volt Kélidben. Ide. Akkor mondjuk meg neki is, hogy mi a helyzet.
utána nem is tudom, hogy mi lenne a logikus. Welcome. How may I help? So, you gave Millicent a golden arm replacement. This is a wonderful development. Thank you for your kindness. Now, Millicent may fully realize her true warrior's potential, like her beautiful mother. The girl, Millicent, she is a bird. Green and undeveloped, waiting to flower into magnificence. What a wondrous day that will be. In truth, before her, I'd never seen a bud of such superior quality. She might very well outshine her sisters. Okay. Windmill Heights. Az melyik? Windmill Heights. Az itt fönt, ugye? Aha. Hát ránézünk. Nem tudom, a mapon rajta lesz-e. Oh. Na. Milyen jól néz ki. The arm you gave me truly is a thing of wonder. It feels just like my own. Even handling a sword. Perhaps it is foolish to say this to you of all people, but I am sure of my skill with the sword. Thus, I would have you call upon me in battle, should you ever have the need. I would have you call upon me in battle. It is the only way that I can express. Okay. Nice. Eljött örömébe falunapra. Jó, de nem tudom, hogy ezzel a gold mask-kel lehet-e valamit csinálni. Egy darabig kész, Millicent, oké. Okay. Majd így szóltunk a... Nem innen jutok oda, mi? Ugye szóltunk a Kohírnak, Kohír, a lámpás fejű. Hogy ott lesz. Csak rá akarok nézni, hogy ott történik-e valami. Na mindegy, eljünk erre. Corina városba lesz, aha. Akkor a Gold Mask-kel nem történik most semmi ezek szerint. Jó, akkor lehet, hogy... Hú, mi van még függőbe gondolkodok, ugye Célia biztos. Himself and taken my place by his side, as you can see. Have no fear. I will still teach you incantations as before, though we must do so quietly, such that we not disturb the great master's cogitation. Cogitation. The master is always deep in contemplation, while I frantically attempt to record his wisdom, the movement of his finger,
And though I am yet to comprehend even the daintiest morsel of his wisdom, I know that this is my life's calling. The Golden Order has bestowed me, talentless as I am, the great duty of documentarian. May the Golden Order shine through you. No. Oké, rendben van. Na. Akkor itt nincs mit csinálni. Ugye itt van még quest, de az bent van a városban. Illetve itt a hegyen fönt. Úgyhogy oda még nem megyünk. Azt lenne jó tudni, hogy Selene questjével tudunk-e most valamit kezdeni. Meg hogy ő hol volt. Selene, igen. Azt tudom, hogy valami barlangba volt. Itt. Azaz. There you are, my apprentice. Shall we commence the lesson? What's this sorcery, my apprentice? Ah, then you have seen Master Azure. Master Azure was a founding Glimstone sorcerer, and my first teacher. A stern judge of men. But he must have seen something in you. You make us both proud. We can speak more later, my apprentice. Reset, és utána. There you are, my apprentice. Shall we commence the lesson? If you recall, I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. It was for attempting to restore the primeval current of Glimstone sorcery. The toothless pedantry peddled by the Carian royal family can rot for all I care. I want Glimstone sorceries that open our minds, unbound by terrestrial taboos, no matter what we give in return. My apprentice, I presume nothing. Teacher and student are not bound to tread the same path. But hear me out, my apprentice. I need your help to restore the primeval current of Glimstone sorcery. Perhaps this is a journey we could take together. Splendid. I thank you. This pleases me. It's been far too long since I found a fellow kindred spirit. You must have a fabulous teacher. I need your help, my apprentice. Master Lusat is another founding Glimstone sorcerer. And like Master Azure, he was banished from the Academy. Now he languishes in prison somewhere. My apprentice, can you find Master Lusat? With this Glimstone key, you should be able to cross the boundary that encloses him. Salian Sealbreaker. Szerintem ott már voltunk. Restore the primeval current of Glimstone sorcery. He's nigh a child of the stars, such is his body now. After his expulsion from the Academy, I heard that Master Lusat returned to his home, a place called Celia in the eastern Caelid wilds. Thinking about it, I obtained the Glimstone key I gave you from a Celian sorcerer. It wouldn't be too much of a leap to suppose he's still cooped up nearby. Igen, ott voltunk. Csak ugye nem tudtunk bemenni. Na várjatok, Celia Hideaway.
Aki elitben? Oké. Okay. Na, és akkor ha jól emlékszem, itt kellett így leugrabugrálni. És ott volt is egy marker, vagy egy ilyen, hát ilyen gate tulajdonképpen, amin nem tudtunk átmenni. Azt hiszem leugrálni. Igen, ott is van. Halló? Stars of Ruin. He dead. Hát nincs jobb bőrben amúgy. Nem jössz? Jó, hát ha nem, hát nem. És akkor most visszamehetünk Selenhez, ugye? Gondolom. Szólunk neki, hogy mi a helyzet. Reset kell a lootjaihoz. Semmi gond. Akkor jövünk ismét. Gotta go fast. I have no time for such nonsense. Ezt nem hiszem el. De csávó, ez mindig megdobál. És akkor, ja. Ja, mert most már az úr is meghalt akkor. Hát akkor hozzá is elmegyünk mellette, és ott van egy, amúgy egy... egy Grace, szóval... Fake news. Visszamegyünk Selenhez.
my apprentice. Give me a moment later. I have a favor to ask. The form you see before you is merely a projection. My body lies elsewhere, but the Academy's shackles prevent it being moved. My body is on the Weeping Peninsula at the southern tip of the Lands Between, imprisoned in the ruins just down from the Church of Marika, past the plain of the Wandering Mausoleum. Can you make the journey to my body? I have something that I can only trust with you. Who could have guessed? What a place to find Master Lusat. You have my gratitude. This is all your work. I am truly pleased to have you as an apprentice and a kindred spirit. This is a mere token of my thanks. Please, take it. This brings us a full step closer. The bodies of Masters Azure and Lusat can be admitted to the Academy. If only I could undo these wretched shackles. My body is on the Weeping Peninsula at the southern tip of the Lands Between. Imprisoned in the ruins just down from the Church of Marika, past the plain of the Wandering Mausoleum. Can you make the journey to my body? I have something that I can only trust with you. Tehát a legdélebbi csücsökben Witch Bade Ruins. Ja igen, itt van a Church of Marika, és akkor attól délre. Hát akkor elmegyünk a testért. Ó, ott van egy mauzoleum. Jó, és akkor itt lesz a Witchbane Ruins-ba való... Majdnem leestem. Vagy a mauzóleumba. Pincébe. My apprentice, thank you for coming. Érdekes. These shackles take a toll on us all. There is something I need you to look after. My primal glintstone. A star has fallen and my fortunes waver. Someone may come for my life, and so I entrust it with you, myself. Selen's Primer Glintstone. Thank you, my apprentice.
This is my essence. Please, treat it with care. Treat it with care what you hold. Oké, okay. Azt mondja, hogy vigyázzunk rá. Hát gondolom, vigyázni kell rá. Na, mit is írsz? Azt mondja, hogy Redmayne Castle, Witch Hunter Jaren. Aha. Jó, akkor a Redmayne Castle-nek a throne roomjához kell menni, ahol a Godric volt, ugye? Vagy ez nem az? Nem, ez a Stormwheel Castle. Redmayne Castle throne room. Igen. És ott a plázától tudok menni? Radahn, igen, igen, igen. Jó, összekevertem. Hát gondolom a plázától tudok bemenni. Gondolom. Lehet, hogy nem, lehet, hogy rosszul mondom, hogy melyik a throne room. Ez a throne room, ami itt van? Hát itt ül a fickó, de ez az a fickó, aki ott irányított a... At last. The war festival has ended. Brave champion, you have our gratitude. The celebration was spectacular. General Radahn is surely pleased. Festering with rot and crippled by madness, all he wanted was an honorable death. Finally, my work is done. I'm no longer bound to this fortress. I have a task in mind. Old business, you could say. You wouldn't understand. May we meet again, if the fates deign it. Brave champion. It's time I went on my way. May we meet again, if the fate... Jó, és akkor most... Resetelünk, és akkor a Redmayne Castle ismét ilyen ellenségessé válik. Hogy ki kell menni, és akkor ott kint már ellenséges. Lehet, hogy itt még nem. Mindegy, úgyis csak megnézzük. Csak biztosra kéne menni, hogy tényleg... Hát, az a baj, hogy... Hát, akkor reszetelek még egyet. Hát igen, itt már kellene, hogy legyenek enemik. Na mindegy. Jó, oké, szerintem is jó. Menjünk akkor a... bocsánat, a Witchbane Ruins-ba. Próbálj meg fast travel-le. Hát megnézzük. Na, most már szerintem jó. Vagy nem? Nem jó. Na, a zene alapján azt hittem, hogy jó. Na jó, mindegy, nem baj, menjünk akkor a Witchbane Ruins-ba.
Vagy vépa... Beach Bay Ruins. Az... Igen. Jó, vissza. Igen, igen, igen. És akkor ugyan oda le. Jó, gyerünk. Na. Expected to see the champion of the festival here, of all places. You didn't know Selen, did you? Well, whatever the case, she's dead now. Just put it behind you. She was known as the Graven Witch. Obsessed by the primeval current, countless sorcerers fell to her hand. The most dangerous mage in the entire history of Rhea Lucaria's academy. It is strange, though. The woman, she was like a husk. Her soul already fled. I suspect Selen lives on elsewhere. I'm sure she'll turn up eventually in another body. Itt van nálunk. A sickening thought, but one that won't stop gnawing at me. I suspect Selen lives on. I'm sure she'll a sickening. Jó, oké. És akkor most kéne menni Seluvis pincéjébe. Az pedig itt volt, ugye? Ezeknél a romoknál. Ha jól emlékszem. Hát igen, itt vannak ilyen romok, és itt volt valahol egy pince. Itt fönt. Itt. Hova szaladsz? És akkor itt lesz egy titkos fal. Ez nem így nézett ki. Vagy, ja de így nézett ki. Ó, és így lehet beletenni a Primer Greenstone. Oké. És akkor így oké, értem. Jó. My apprentice. Just how long has it been? Thank you. You've helped me fill a new body once again. And it's truly a gem. Young and full of vigor, a snug fit for my primal Glintstone. Better still, I've shed those awful shackles. Finally, I can return to the Academy to expel the Carian royal family and restore the primeval current. My dear apprentice, I owe this all to you. Finally, I can return to expel the Carian royal family. Okay, super.
Na nézzük akkor. Irány az akadémia. Hát nekem ez a Jaren nem volt túl szimpatikus. Úgyhogy szerintem vele fogunk összecsapni. Jaren, bringer of my death. You have my gratitude for freeing me from my shackles. Join the school to reflect on your mistake. Ez csal. Okay. Na. Nice. Eccentrics Hood. És adadja a armóriát. Nice. Okay, beszéljünk Selennel. Ó, de most hova tűnt a... Rennala. Na mindegy. You've saved my skin once again. Do you see this? The Queen of Caria is no more. With the bodies of Masters Azure and Lusat returned, the Academy can hone the primeval current. So that we, fallen children of the stars, shall beam with brilliance once again. Mm. My apprentice. Will you stay with us, here at the Academy? Oh. I know it's not possible. You have your own calling, to be the next Elden Lord. But do think of me, of your teacher. On the eve of your crowning, you will always be my darling pupil. Rest assured that I... No. The entire Academy will swear allegiance to the new monarch. My apprentice. Become Elden Lord. Okay. Perhaps I'm jumping ahead, but here is a symbol of my allegiance and the Academy's. A Greenstone Crease. Do you recall what once I told you? That glintstone is the amber of the cosmos, and sorcery is the study of the stars and the life therein. When you become Elden Lord, please illuminate me. Lay bare the secrets of life which course the Elden Ring. Next time, I will be your student. Mm. Oh, one last thing. If you fail to claim your throne, you can always pay me a visit. Oh, don't fret. Even my dullest pupils will always have a place here. Nice. Okay. És akkor most reseteljünk. Hát nem tudom, hogy itt működni fog-e. Assured of thy want to be born anew. Be not alarmed, nor of. What art? Hát te. My when I Hmm.
Hát Selene nincs valami jó bőrben. Hát nem kicsit túltolta. Hát jó. Oké. Na, esetleg még nézzük meg a lootot, hogy akkor föl tudjuk-e venni. Csak tényleg így a kíváncsiságból. Igen, hát Selene nem volt jó bőrben. És akkor igen, mert ugye a body visszakerült. Azur, Ginstone, Crown, Robe és... Oké. És akkor még nézzük meg a másikat is. A hideaway-ben. Szegényt itt már sokat gyára üljük meg. Na, mint a Bloodborne-ba is már majdnem sajnáltam a enemiket. Főleg az elején. Hát én nem tudom hányszor mentem végig járnámon. A centrál járnám részen. De szerintem simán olyan 50-szer. Lusat, Glinstone Crown, Robe. Oké. Na, ezt akkor meg is nézzük, csak kimegyünk a napfényre. Onnan tudod, hogy nehéz a boss, hogy odafel már nincsen ami. Hát igen. Jó, na nézzük. Fölveszünk a teljes felszerelést. Fú, mit is adott hozzá? Hát igen, ez azért elég jól néz ki. A kék Sauron. Na jó van. Tegyük vissza. És akkor... nézzük meg, hogy hogyan is tovább. Most egyelőre ez az armor jó, majd lehet, hogy megnézzük, mert vettünk fel egy csomó mindent, egyébként. Majd megnézegetjük. Na, hát szerintem itt erre is végigjártunk mindent. Itt van ez a pár helyszín még, amire jó lenne bemenni, meg ide nem tudtunk bemenni ide a katakombákba. De egyébként... Most így ilyen sidequest-se jut eszembe, hogy mi maradhatott még ki esetleg. Ugye még a Vulcano Manoros van, meg egy pár apróság, de alapvetően szerintem mehetünk tovább. Úgyhogy én azt mondom, hogy még ugorjunk be ide a fővárosba. Itt lesz egy-két pitty-putty, aztán valahogy fölvesszük a mappot. Ezt még jó lenne ma a mai streamben elintézni.
Hát igen, a külkerület, jaja. Ez érdekes. Tehát ez azt jelenti, hogy ne erre jöjjek, szóval a lépcső mellett balra. Akkor menjünk arra. Jó, fölmenjünk a lépcsőn. Igen, itt be tudok ugrani, csak ki akarom iktatni azokat a crossbow-sokat. Egész nehéz. Fognak itt még lövöldözni? Hát mindegy, majd kiderül. Csak ezt a crossbow-t ki akartam. Majd utána kukacozunk. Jaj, bocsánat. Na. Valaki bedudorogott. Kicsi ez az építmény amúgy. Hát igen, itt két oldalra is lehetne menni, van egy csomó minden. Ijászok annak nem örülök. Na, gyerünk tovább. Csár, kíváncsi vagyok, hogy mi vár rám itt fönt. De elképesztően jól néz ki amúgy. Ebből miért van kettő? Hát jó. Én minden.
mindent értek. Na jó, valahogy föl kéne jutnunk. Hát ja, amúgy igen. Tehát tényleg vagány, hogy az őrök is szoborba vannak öntve. Nem is emlékszem, hogy a elsőt ott még Limgrave-be hogyan is győztük le. Bár szerintem annyi volt, hogy nagyon weak sauce volt már. Hogy idegesítetek ti engem most. Bal oldalt el lehet menni a tetejéig. Hát azért lenne jó, mert ott hát ha van egy gréz, és akkor onnan tudnék visszafele jönni. Na mindegy, megpróbáljuk újra. Gondolom befutni nem lehet. Vagy be lehet? Lehet, hogy be lehet. Be lehet. Egy seed, még egy seed, ott a map. Minden van. Minden is van. Ó, nagyon jó, és akkor itt a főváros. Szuper. Jó. Na, csak azért, mert így akkor egyszerűbb egy kicsit a dolgunk. 31.000 rúnánk van. Na, veselkedjünk neki. Valahogy megoldjuk. Az a baj, hogy a ló nagyon gyorsan hal. Föl se tudok kelni. De amúgy Nevermind, pont ez volt az érdekes, hogy... Tehát a másik úgy leszart... Na bocsánat. Tehát úgy nem nagyon... Lehet, hogy éppen kávészünetem volt még. Azt mondja, és azt mondta, hogy a szünet, a szünet. És ennyi.
Oh, the... Az egyik már mindjárt megvan, amúgy. Ezt nem hiszem el. Hagyjatok már bék. Nem, és semmi, semmi. Nem, és ez az izé, hogy megkérdezi, hogy biztos, hogy... Tehát biztos vagy benne, hogy újra akarod éjeszteni a lovat? Nem, nem akarom. Miért akarnám? Tehát semmi nem tudok fölülni a lóra, mit tudom én, tehát így... Thank you.
Semmit nem tudok csinálni. A Souls az már régen rip volt. Már előbb se vettem föl szerintem. 30k. Hát szomorú, de na mindegy. Ha amúgy, ha csak egy lenne, tehát ha így egyesével végig tudnénk menni, akkor nincs semmi baj. És mitől esett le? Amúgy látom, hogy hogy lehetne, tehát nem reménytelen vagy ilyen kilátástalan a dolog. Mondom, meg lehetne trükközni ezzel, hogy csak az egyiket vonzom el. És egy picit jobban tudnám ütni. Akkor nem lenne ez reménytelen. De ért, hogy lehet az, hogy egy ütésből kilüti alólam a lovat? De úgy, hogy elpatkol a ló, érted? Igen, Ignác, én is ezt próbálgatom, csak az a baj, hogy ketten vannak. Meg ugye... az mondjuk... jó, beleláttunk a lóba. Meg az mondjuk érdekes lenne, hogy... ugye volt ott egy... az előbb adott egy posture break-et is. Az még külön érdekes lehetne egyébként arra bazírozni. Na, és most, tehát a bug az így fixelték valószínű, így menet közben. Ez így visszatért. Mondjuk legalább nem full HP-n. Igen, tehát ennek semmi értelme. Tehát rohangálok, mint egy hülye, és addig tart, hogy mellém ütnek. Tehát egyszer mellém üt, és a ló rip. Tehát... szia, Kekerényi. Ha nem megyek le a lépcsőn, akkor a másik nem kapcsol be.
Bekapcsolt. Hagyjatok. Ebből mi lesz? Tudnám, hogy melyik. Hát kekerényi nem szegénységi bizonyítvány ez. Én értem, hogyha valakinek ez nem tetszik. Abszolút megértem. Nyilván univerzális játék nincsen. Már olyan értem, hogy ami mindenkinek tetszik. Jó jön egy posture break amúgy. Már meg. Jó, és akkor hol a másik? Na, hogy rohadjatok meg reggelre. Heroes Rune. Na, az már magány. Köszi. Szép first try. Aha. Hát nézd, kekerényi, most én azt mondom neked, hogy valóban valakinek ez ilyen idegesítő lehet már, hogy húszszor neki fut.
én nekem tényleg annyiból tetszik, ha szabad ilyet mondani, hogy ha még nincs meg, hogy hogyan kell, akkor nem sikerül. Tehát még úgy hackelned kell, esetleg a felszerelésen kell egy kicsit javítanod, szinteket kell lépned, erősödni. Talán, tehát hogy kicsit fejlődj, meg esetleg olyan taktikát válasz. Hát igen, ez egy ilyen jellegű játék alapvetően. Jó. Na, hát szerintem úgy nagyjából eljutottam oda, ahova ma el akartam jutni. Úgyhogy szerintem itt ma meg is állunk, mert tulajdonképpen a fővárosnak a felfedezése következne. Az meg szerintem egy nagyobb falat, úgyhogy ez talán egy következő streamben lesz meg. Hát igen, igen. Hát igen, Ignác arról meg nem is beszél, hogy könnyen lehet, hogy nem is az utolsó boss a legnehezebb, mert vannak ilyen optional bossok, amik nehezebbek azért. De igen, vannak tényleg nehéz részek. Jó, viszont itt tényleg szerintem ma megállunk. Ugyanis tényleg én ma alapvetően ennyit gondoltam. Tök jól haladtunk, szerintem. Felfedeztünk egy csomó mindent, megtoltuk a questeket. Azzal is igen-igen jól haladtunk. És tényleg eljutottunk ide a fővárosba. Hát ez fog következni. Viszont ez már tényleg jövő hétre marad. Mert holnap Resident Evil lesz, aztán azzal is haladjunk. Úgyhogy jövő héten folytatjuk itt a Elden Ringet, holnap tartsatok velem, kicsit bohóckodunk a Resident Evilbe. Szerintem jó lesz, mindenképp az egy kicsit viccesebb játék bizonyos értelemben. Oké, szóval én megköszönöm a figyelmet, köszönöm szépen a followokat, szubokat, csíreket, donéteket, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Tartsatok velem holnap is, ugyanígy 7:30-kor kezdünk, addig is további szép estét kívánok, és kellemes hétvégét. Na, sziasztok!